Kormányváltás lesz Norvégiában, miután a Szociáldemokrata Munkáspárt nyerte a választásokat. A bal-közép ellenzéki blokk mintegy 100 mandátumot szerzett a 169 fős norvég parlamentben. A Munkáspárt vezetője a 61 éves milliárdos Jonas Gahr Støre kampányát a klímavédelemre és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni harcra építette. Norvégia a norvég nép világossá tette, hogy igazságosabb társadalmat akar. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki hozzájárult ehhez és a változásra szavazott, mondta győzelmi beszédében a pártvezére, a miniszterelnöki tisztség fővárományosa. A 8 év kormányzás után távozó Erna Solberg miniszterelnök elismerte vereségét, gratulált riválisának és lemondott párttársai előtt. Hosszú hivatali ideje és a gazdasági liberalizmussal kapcsolatos nézetei miatt hazájában Vas Ernának nevezett kormányfő bővítette Norvégia olajkutatását, növelte kitermelését, miközben csökkentette az adókat. A győztes munkáspárt vélhetően hagyományos partnereivel, a Centrumpárttal és a szocialista baloldallal állítja fel az új norvég koalíciós kormányt.